Hivatalosan még tartott Molnár és Vészi Margit házassága, amikor az író már Fedák Sáriba volt szerelmes. Az ünnepelt primadonna 11 évig élt együtt Molnár Ferenccel. Viharos kapcsolatukról sokszor írtak a társasági lapok. Ők voltak az aktuális sztárpletykák főszereplői. Fedákban emberére akadt az író. Az első pofon után megmondta neki, hogy megöli, ha hozzá mer érni. Aztán később is inkább Fedák verte Molnárt, mint fordítva. Nem érezték szükségét annak sem, hogy összeházasodjanak, pedig ez már önmagában botránynak számított. Molnár a közeli legény lakásából járt át Fedák Dunára néző lakosztályába. Mielőtt az író világháborús haditudósítóként működött, a primadonna csalta. A harctérről hazatérő riporterrel Kaján barátai közölték is, hogy távollétében Zsazsa többekkel lefeküdt. Molnár válasza bombója így hangzott. Lehet, hogy Fedák fűvel fával lefeküdt, de pénzért csak velem hált. A 20-as évek elejére szerelmük kihűlt, mindketten érezték, hogy közeledik a szakítás. Molnár Ferenc ekkor habarodott bele egy fiatal, ambiciózus színi növendékbe, Darvas Lilibe. Fedák Sári tudomásul vette az új szerelmet, de amikor kiderült, hogy a 44-es író és a 20 éves Lili már a házasságukat tervezik, különös dolgot kért egykori kedvesétől. Megkérte Molnárt, hogy vegye feleségül. A díva nem akart elhagyott szeretőként szerepelni a lapokban. Molnár igent mondott, és az esküvői készülődés heteiben 5 felvonásos díndarabot írt Darvas Lilinek Égi és földi szerelem címmel. Fedák Sárival kötött házassága alkalmából sportzakóban jelent meg az anyakönyvvezető előtt, amiért az egyik tanúja megrótta. A válasz így hangzott. Smokingot csak premierre öltök. Esküvőjük így tulajdonképpen kapcsolatuk lezárása, ünnepélyes válásuk volt. Molnár azonnal összeköltözött Lilivel, de társasági eseményekre a feleségével járt. Fedák ült mellette az üvegcipő bemutatóján, miközben Darvas Lili nagyot alakította neki írt főszerepben. Egyik főhőse az idősödő derékiparos, akibe beleszeret a kis cselédleányka. A különös házaspár végül 1926-ban vált el, hogy Molnár elvehesse Darvas Lilit, aki kezdett türelmetlen lenni. Fedák nem kért pénzt a válás során, maga is jó módú volt. Nekem csak azt az összeget fizesse ki, amit nálam megivott, mondta. Darvas és Molnár házassága sem volt hétköznapi kapcsolat, bár sosem váltak el.